A legújabb kutatásoknak köszönhetően egyre többet tudunk arról, hogy mi a legbiztonságosabb a bőr számára nyáron. A sugárzás kora reggel és késő délután is veszélyes lehet, és nem csak strandolás közben érik a bőrt a napkáros hatásai. A fényvédő krémekre ugyanaz igaz, mint a falfestésre, használjunk két réteget, ám nem mindegy milyen fajtát. Egyénileg fontos meghatározni, hogy melyik országba ér minket a nap, vagy milyen bőrtípussal rendelkezünk. Nagy a választék, sőt most már olyanok is megjelentek, olyan fényvédők, amelyek titándioxidmentesek, ami egy nehéz fémsó és elég mérgező fényvédő hatóanyag, nagyon erős hatóanyag, de mérgező. És akkor az a lényeg, hogy keressük azokat a hatóanyagokat, amelyek hipoallergének, amelyeknek széles a spektrumuk, minél több hullámhosszra védenek, illetve a vívőanyag is számít, hogy a bőrtípusomnak megfelelő legyen. Aztán vannak olyanok, hogy például frissebbre, most hívott fel egy anyuka, hogy a vasaló ráesett a kislány combjára. Most már olyan fényvédő van, ami egyben hámosít és hekkelképzést megakadályoz. Tehát nagyon érdekes ez a piac, érdemes a szakember véleményét egyénileg kikérni. Az erős napfény hatására a meglévő anyajegyek mellé újabbak alakulhatnak ki, amelyek akár rossz indulatú elváltozások is lehetnek. A problémától függően vannak teendők, ha mondjuk valakinek diszplasztikus anyajegyei vannak már atipusosak, attól még nem lehet annyira megnyugodni, hogy megnézettem az anyajegyeimet, és megyek bárhova, mert ez egy folyamat. Tehát, hogyha van nekem rizikom, dohányzok, sokat jártam szoliba, fehérbőrű vagyok, családi előfordulást mutat esetleg a daganat, bármilyen más daganat is közrejátszódhat, akkor viszont óvatosnak kell lenni. Nem azt jelenti, hogy most minden rendben van az anyajegyeimmel, és akkor megyek mindenhova, mert a folyamat az mindig is előre haladhat, hogyha én erre hajlamos vagyok. Magyarországon 10 év alatt másfélszeresére nőtt az évente diagnosztizált melanómás, illetve egyéb rossz indulatú bőrrákos megbetegedések száma. A melanóma a bőrrák legagresszívabb és legveszélyesebb formája. Erre utalhat, ha megváltozik egy anyajegy színe, pigmentációja, felszíne vagy alakja. Esetleg terjedni, növekedni kezd a bőr felszínen. Fontos, hogy amennyiben ilyennel találkozunk, azonnal forduljunk orvoshoz.